Tisztelt konferencia, kedves hallgatók, előadók! Én a szervezők felkérésének eleget téve a tudomány és hagyományőrzés viszonyáról, kapcsolatáról szeretnék beszélni az íj, mégpedig a honfoglaláskori magyar íj rekonstrukciójának példáján keresztül. Szeretném előre bocsátani, hogy noha fiatal koromban magam is az Egri Vitézlő Oskola tagja voltam sokáig, évekig, és noha én még emlékszem arra, hogy e falak közt, pontosabban talán egy szinten lejjebb, még egy íjászpálya állt berendezve az Egri Vitézlő Oskola használata számára, ezúttal ebben az előadásban csak és kizárólag a tudomány szempontjából fogom nézni ezt a kapcsolatot, mégpedig azért, mert végzettségem, munkám erre jogosít föl. Köszönöm, mehetünk tovább. És még valamit előre kell bocsássak, az itt elhangzó gondolatok mind az én saját személyes véleményemet tükrözik, tehát semmi közük a Magyar Tudományos Akadémia éppen aktuális állásfoglalásához bármilyen témában, és továbbá ezek lehetnek akár mind tévesek is, sőt, ha szerencsém van, akkor meghaladottak, és a helyzet azóta javult, és ugyancsak a szervező kérésének eleget téve ezek elsősorban gondolatébresztő és vitaindító célú gondolatok lesznek, mehetünk tovább. De a kezdő ismerkedő tánclépéseket megtéve vessük magunkat bele a forgatagba, és nézzük meg, hogy mik azok a tényezők és körülmények, amik leginkább meghatározzák személyes véleményem szerint a tudomány és hagyományőrzés kapcsolatát jelenleg. Négy pontba szedtem ezeket össze. Nagyjából mindannyian hasonlóan gondolkozunk valószínűleg erről. A mindkét terület érdekelt a egykori múlt, egykori valóság iránt. A különbség talán az, hogy a tudomány elsősorban az egykori valóság megismerésére törekszik objektív módon, objektív módszerek használatával. Ezzel szemben inkább szubjektív indítatású a hagyományőrzők hozzáállása, akik a valós, egykori valóság megőrzésére, újraalkotására, újraélesztésére, újra élésére törekedhetnek. Nagyon fontos pont az, hogy jelentősen eltérőek lehetnek ezek a módszerek. A tudománynak ugyanis kiforrott módszertana van, aminek egyes részei, pontjai természetesen lehetnek vitatottak egyes tudományterületeken, de azért a főbb módszerek, eljárások esetében mindig konszenzus uralkodik. A hagyományőrzés esetében nyilván ilyenről még nem beszélhetünk. És a következő pont a részben közös forrásanyag, ez a részben mögé kéne tenni egy kérdőjelet, ugyanis hiszen mind a két terület a múlttal igyekszik foglalkozni, tehát mindaz az információ, mindaz a publikáció, mindaz a feldolgozás, amit az egyik oldal generál és gyárt, gondolok mondjuk itt most a tudományra, a kérdés az, hogy ezek elérhetők-e a másik oldal számára, megismerhetők-e, bocsánat, van-e igény a megismerésükre, és ha van igény, akkor a megértésük az megoldható-e? És természetesen a másik irányba is működik, tehát mindaz az információ, amit a hagyományőrzők kitalálnak, feltalálnak a különféle eszközök használatával, azt a régészet, vagy mondjuk a bármilyen tudomány, ami a múlttal foglalkozunk, értelmezve alatt most természetesen a történettudományt és a régészetet, az képes-e ezt befogadni. És végül, nem tudom mennyire látszik, legalul, amennyire én látom, és remélem ez teljesen hibás nézőpont, már a viszony jelenleg egyirányú, vagy rosszabb esetekben egyáltalán nem létező. A tudomány ugyanis a hitelesség és az autentikáció forrásaként szolgálhat, vagy szolgálhatna a hagyományőrzés számára. De a másik irány meglehetősen kérdéses, mit profitálhat a kapcsolatból a tudomány, erről már az előző előadásban sok jót hallottunk. Én ezzel kapcsolatban, még mindig egy általános elméleti megközelítés szintjén maradva, azt mondanám, hogy ez talán legérdemesebb abból az irányból megközelíteni, hogy mik azok a, tehát a hagyományőrző tevékenységekből mik azok, amik a ma bevett tudományos eljárások, kutatási metódusoknak többségében megfelelnek, és én azt találtam, hogy ez leginkább a kísérleti régészetre lehet igaz, következő dia, amit érdemes egy picit körüljárnunk, de csak nagyon röviden, hogy mi is a kísérleti régészet. Eredetileg a kísérleti régészet, tudományos szempontú kísérleti régészet, sokan sokféle kísérleti régészetet ismernek, végeznek és vallanak.
Eredetileg két fő témára koncentrált, a tárgyak és objektumok előállítására, ez természetesen a technológia történet váltotta ki, technológia történeti érdeklődés váltotta ki, illetve maga a deponáció és a pusztulás, tehát hogy hogyan lesz valami régészeti leletté, ez pedig a régészet felől érkezett ez az érdeklődő kérdés, és később sorakozott fel mellé az, hogy nem sokkal később persze, hogy hogyan használjuk is ezeket a tárgyakat, amiket esetleg sikerült előállítani. Ez a magyarországi régészetben elsősorban a néprajz felől kapott fantasztikus impulzusokat, itt gondolhatunk László Gyula munkásságára akár, és tökéletesen alkalmas volt arra, hogy bizonyos ismeretlennek minősülő tárgyak, jelenségek funkcióját azonosíthassa a régészeti leletanyagban a néprajzos vagy a néprajzos háttértudással rendelkező kutató, illetve természetesen teljesen abszurd íróasztal mellett született elméletek kizárása is fantasztikusan használható. Ami még egy fontos dolog, hogy a kísérleti régészetnek a kimenete mindig valamilyen tudományos rekonstrukció, annak folyamata vagy egy részlete, és hát elsősorban valamilyen speciális céllal történik, tehát egy kérdésfelvetést igyekeznek megválaszolni vele. Köszönöm a következőt. És hogy kicsit gyorsítsunk, ezt lehet, hogy majd olvasni fogom. Az eddigieket szem előtt tartva térjünk rá a bemutatandó példára, illetve annak tanulságaira a fentiek ismeretében, mint tovább. Talán pont ennek a hallgatóságnak nem kell részletezni azt, hogy mennyire kényes is az íj témája, és nem csupán az iránta jelentkező társadalmi érdeklődés bázisa miatt. Itt érdemes megemlíteni azt az alapítványt és jóhiszemű kezdeményezést, ami az úgynevezett magyar íjat a hungarikumok közé emelte egy sikeres eljárás során, ehhez mindannyian szerintem csak gratulálhatunk következőképp, hanem azért is, mert ezek az új íjak, ugye kézművesipari piaci termékek, és viszonylag nagy irántuk a kereslet. Mindez idáig azonban, ahogy a fenti teljesen random találomra kiválasztott szövegek mutatják, és a hozzájuk társított képek, ezek a szövegek különféle íjkészítők weboldalairól származnak, nagyon jól mutatja, hogy hát szóval ezek az íjak inkább egy ilyen hollywoodi produkció, fantáziafilm produkcióba mennének el, mint sem egy olyan hagyományőrző kezében, aki hitelesen, autentikusan szeretné megjeleníteni a honfoglalás korát, vagy annak egy fegyverzetét mondjuk. Következő. Mára azonban, és itt jönne sajnos egy videófelvétel, amit ez a régi PowerPoint prezentáció nem tud, ezt bemutathatjuk, igen. Ez csak egy pár percig hat fusson, amíg meglátjuk a hangot, vedd le, kérlek. Amíg meglátjuk az úriembernek az arcát, mert az fontos. Szóval mára azonban a hazai íjkészítő generációi rendkívül fontos tudásanyagot halmoztak föl, gyönyörű, kitűnő, kiváló íjakat alkotnak, újabban akár teljesen tisztán természetes anyagból is. Kérdés azonban, és most látjuk az úriembert, Fábián professzorról van szó, a magyar hazai íjkészítés doyenjéről, róla készült egy 1981-ben az MTV-nek egy fantasztikus filmje, amit ajánlok mindenkinek megnézni. Köszönöm. Igen. A kérdés marad azonban, ami a fejfájásunkat okozza, azaz, igen, hogy ez utóbbi íjakat, amiket ezek az íjkészítők készítenek, értékelhetjük-e tudományos szempontból, mégpedig a hitelesség vonatkozásában, és ha igen, akkor hogyan? Következő díja. Két... Na, elindult. Jó, menjünk tovább, jó? Bocsánat. Ez jön, igen. Két alapvető kérdés merül fel, tehát mi az, ami hiteles, mi az, ami autentikus esetünkben, milyen a honfoglaló magyar íj, vagy milyen volt pontosabban, illetve mi a tudományos rekonstrukció. Az elsőre meglehetősen nehéz választ adni, de nem egyszerűbb a második kérdésem. Én az íjrekonstrukciók kapcsán három csoportot láttam elkülöníthetőnek, az alapján, hogy mennyire hasznosak a tudományos megismerés szempontjából. Az első csoportban nagyon kevés így tartozik, azok, amik egyértelműen tudományos céllal készültek, tudományos megalapozottságúak,
A második csoportban ezek másolatai, az ezek segítségével nyert információkat felhasználó íjak tartoznak, és végül a rekonstrukciókhoz egyáltalán nem kapcsolódó termékek. A legnagyobb problémánk az, szerintem, hogy ezek a termékek azok, amik leginkább a mai magyar társadalom honfoglaláskori íjról alkotott képét alkotják, ugyanis ezek vannak nagy mértékben elterjedve, tehát ha valaki bemegy egy íjászboltba, általában valószínűleg egy ilyennel fog találkozni, ilyet tud vásárolni. Köszönöm a következőt. És hát izgalmas kérdés ugyanakkor, hogy valaha egyáltalán leszünk-e képesek a honfoglaláskori magyar íj rekonstruálására, vagy csupán egy-egy 10-11. századi Kárpát-medencei íj újjáalkotása lehetséges. Minden esetre a tudományos íjrekonstrukció hitelességét én három körülmény fennállása esetén látom igazoltnak. Az egyik ugye a régészeti megalapozottság, hitelesség, a természetes nyersanyag használat és az autentikus eszköz használat. És itt rögtön felmerül egy következő kérdés, a tökéletes tudományos íjrekonstrukció lehetséges-e egyáltalán a tudomány szempontjából? Na most, mivel ezt a harmadikat, az autentikus eszközhasználatot a honfoglaláskorban tulajdonképpen ki is húzhatjuk, ugyanis nincsenek ilyen eszközleleteink az avarkorral ellentétben, erre sajnos nem meg kell válaszolnom. Következő. És ezzel visszatérünk a legfontosabb problémára egyébként. Tehát, hogy a régészeti leletanyag az íjak esetében, honfoglaláskori íjak esetében megérthető-e az érdeklődő, de hangsúlyozom előképzettséggel, régészeti előképzettséggel nem rendelkező hagyományőrző vagy akár íjkészítő számára segítség nélkül. Az alábbiakban olyan problémákat szeretnék felvillantani röviden, amik sajnos ebben az esetben is inkább a nemleges választ húzzák alá. Tisztán leletanyag értelmezési problémák következnek tehát. A számtalan külső forráskritikai kérdés közül, probléma közül talán a legérdekesebb az, hogy mi történik az íjjal vagy az íjlemezekkel a sírban. A Somogy megyesi 2013-as íjfeltárást azért szeretném itt bemutatni röviden, mert kitűnő példája a tisztán értett kísérleti régészetnek. Fontos, hogy a kísérlet, és ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, a hagyományőrző íjkészítő közösség kezdeményezte, dr. Paku Sándor, biológus és íjkészítő az egyik saját íját temette el, azzal a két íjkarral együtt, majd pár évre rá, és ez egy megint fontos pont, sikerült ezt előásni, de a kísérletet ez, tehát egy régész szakszerű feltárása és értelmezése tette hitelessé, és értelmezhetővé a másik oldal számára is, tehát a tudomány számára. Köszönöm a következőt. Számtalan belső forrás kritikai problémából csak párat szeretnék felvillantani, hogy a nehézségét a dolognak megértsük röviden. Ez azért fontos, mert ha a rendelkezésre álló leletanyagot szeretné egy íjkészítő áttekinteni, akkor neki meg kéne találnia azokat a pontokat, azokat a sírokat, azokat a leleteket, ami alapján a rekonstrukciót elkészíteni. Tehát ez azért, nézzük például ezt a három sírt, azonnal feltűnik valami, ugye ezek a feketével kiemelt a sír, a halott mellé elhelyezett furcsa téglalapok, ezek a vasveretes tegezt mutatják, most ezekből hiányoznak a nyilak, a nyílhegyek. Ez kitűnően példázza azt, hogy a honfoglalók temetési kultúrájában, szokásaiban, rítusaiban rendkívül gyakori az a funkcionális, diszfunkcionális vagy nem funkcionális szettek és készletek sírba helyezés, és ez nem csak a fegyverzetre vonatkozik. Kérem a következőt. Az íjakat borító agancslemezek esetében is hasonló helyzettel kell szembesüljünk. Az ideális elképzelés szerint, az alulátható kép szerint az íj szarvain, tehát a két merev végén két-két szarvlemez helyezkedett el, illetve a markolaton, ez ugye pirossal ki van emelve, pedig két markolatlemez, tehát egy tisztességes honfoglaláskori sírban, amiben íj volt, azért hat lemez találni kéne. Na most ehhez képest a fölötte láthatók azok a különböző kombinációk, ahogy ezek bolygatatlan, hangsúlyozom, tehát nem bolygatott sírokban előkerülnek, és mellette látható az ábrán a mennyiségük is, tehát több, mint a bolygatatlan, illemezes sírok felében olyan
így lemez kombinációt találunk, ami valójában elképzelhetetlen egy igazi működő ion. Ezek a kombinációk rózsaszínnel is ki vannak emelve, pontosan a lemezek adott merev részen való páratlansága okoz itt problémát. Menjünk a következőre. És ugyanez a helyzet, hogyha az íjlemezek sírbeli helyzetét vizsgáljuk. Itt most talán csak nézzük ezt a balról a második sírt, ez egy Ikervár Virág utcai úriembernek a sírja, aki mellé, hát úgy gondolnánk, hogy nagyjából azért így szerkezeti rendben tettek egy íjat. Most a problémát azt nehezíti, hogy csak 3 darab íjlemez van benne, nem 6. De ezen, ha felülemelkedünk, akkor még mindig beleütközünk abba, hogy ott, ahol egy szarvlemez kéne legyen, valójában egy markolatlemez van, itt egy tisztességes, egyedülálló markolatlemez van, és itt is csak egy önmagában álló szarvlemez. Tehát ez úgy néz ki, hogy mintha egy íj lenne, de azért mégsem az. Lehet, hogy aki beletemette egykor, annak ez ezt jelentette, és ezzel rátérünk valószínűleg a következő fontos témára. Hát végül arra is nagyon fontos felhívni itt a figyelmet, hogy a szarvlemezek nagy része csonkolt, törött, hasított, és a manipulációk általában a húrvájat környékét érintik. Így van, ami pedig természetszerűleg az íj, illetve vagy az íjat jelképező íjlemez használhatatlanná tételére utal, és egyúttal rámutat arra is, hogy a honfoglalók íjhoz kapcsolódó temetkezési szokásai, rítusai mögött valószínűleg egy bonyolult jelentéstartalom áll, amit mi természetesen nem ismerünk, és ez a jelentéstartalom már most látszik, hogy túlmutat azon, hogy csak épp használható íjat tesznek-e a sírba, vagy egy használaton kívül régi lelakott íjat. Köszönöm, és a következő kép. És a fentiek tehát, mint láttuk, egy igen bonyolult, komoly problémakör részét képezik, és aláhúzzák azt, hogy meglehetősen nehéz olyan sírt és leletanyagot találni, ami alapján könnyű egy honfoglaláskori hiteles íjrekonstrukciót készíteni. És egyúttal megkérdőjelezik azt is, hogyha egy egyszerű íjkészítő szeretne hiteles íjat, régészeti megalapozottságú íjat készíteni, akkor azt egyszerűen, könnyen megteheti-e kutatói, tudományos segítségnyújtás nélküle, vagy sem. És az utolsó két dián pedig azt a... Nem, ez már az előző, menjünk vissza. Köszönöm. Ez pedig a Bencsik Péter által épített magyar homorogi íjrekonstrukció, aminek a tulajdonképpen talán szerénytelenül mondhatjuk azt, hogy ma eddig az egyetlen olyan honfoglaláskori íjrekonstrukció, ami a lehetségességig leginkább a régészeti leletanyagot figyelembe veszi, és azon alapul. Itt láthatjuk a szarvlemezeket, amik szerencsés módon különféle tárgyelemzéseken keresztül kiadták azt, hogy a szarv átmetszete, mérete, szélessége, alakja hogyan nézhetett ki eredetileg, és ezáltal legalább az íj szarvai tulajdonképpen hitelessé váltak. És menjünk tovább, és az utolsó képen pedig a felhasznált alapanyagok, illetve a rekonstruált íj látható maga. Köszönöm szépen a figyelmet. És a kérdéseket tudom, mikor...